Before I met Denise in that hospital, mielőtt találkoztam volna Denise-szel a kórházban, she was an active, healthy teenager. Nagyon aktív, nagyon egészséges, tizenéves leány volt. A beautiful black girl who lived in the inner city of Baltimore. Csodálatos fekete leány, aki Baltimore vidékén élt. She was a cheerleader and very popular in her school. Az iskolában ő csoportvezető volt, és mindenki nagyon kedvelte őt. She made good grades. Mindig jó osztályzatokat ért el. She was involved in student government. Részt vett az iskola vezetésében, mint a diák csoportnak az egyik vezetője. And she was a Christian. És ugyanakkor keresztény volt. As the story was told to me, ahogy elmondták nekem a történetet, one morning she ran downstairs to eat breakfast before going to school. Egy reggel, mielőtt iskolába ment volna, lerohant megreggelizni. She noticed though that she wasn't very hungry. Bár észrevette, hogy nem túlságosan éhes akkor. She left early to go to catch the bus. Korán elindult, hogy elérje az iskolabuszt. She stumbled up the steps of the bus. És a busznak a lépcsőjét orra esett. She felt so tired. Olyan fáradtnak érezte magát. She thought perhaps it was just a bad night's sleep. Talán arra gondolt, hogy biztosan rosszul aludtam az éjszaka, ez azért történt. She could hardly concentrate during her first class. Az első órán az iskolában alig tudott koncentrálni. Walking to her second class, she dropped her books two or three times. És amikor a második óra elkezdődött és ment az osztályba, kétszer-háromszor is elejtette a könyveit. She decided to go see the school nurse. Elhatározta, hogy elmegy az iskolai ápolónőhöz. The nurse took her temperature, she seemed fine. Amikor az ápolónő megmérte a hőmérsékletét, rendben találta. But just to be safe, the nurse sent Denise home. De hogy biztos legyen az ápolónő a dolgában, Denise hazaküldte. Denise refused dinner that night. Azon az estén Denise nem vacsorázott. Instead she went to bed early. Hanem nagyon korán ágyba ment. The next morning, másnap reggel, she threw back the covers of her bedspread. Ledobta magáról az ágytakarót. She swung her legs out of bed. És kitette a lábát az ágyról. But she collapsed on the floor. De rögtön összeesett a padlón. Her legs were paralyzed. A lábai teljesen megbénultak. They rushed her to the hospital. Rögtön a kórházba szállították. By the time she arrived there, de mire odaérkezett, her arms were paralyzed also. Az ő karjai is megbénultak. Now I met Denise 4 months later. Denise-szel ezután 4 hónappal találkoztam. By that time she was not only paralyzed. Arra az időre már nem csak hogy béna volt, but she was totally blind. Hanem teljesen meg is vakult. There she was in that bed, blind and paralyzed. Tehát ott feküdt abban az ágyban, bénultan és vakon. I met her the first day they took me to that hospital. Mikor engem a kórházba vittek, már az első napon találkoztam vele. I was paralyzed too. Én is megbénultan kerültem oda. Just a couple of months earlier, I had broken my neck in a diving accident. Csak néhány hónappal korábban tört el a nyakcsigolyám egy vízbeugrás során. I was bitter and angry against God. Rettenetesen el voltam keseredve és haragudtam Istenre. Although at that time I was a Christian. Pedig már abban az időben én igazán kereszténynek éreztem magam. They put me in a bed opposite from Denise. Denise-szel szemben helyeztek el egy ágyon. And at night time after visiting hours were over. És éjszaka, miután véget értek a látogatási órák, I would listen to her sing hymns in her bed. Figyelgettem, amint az ágyában énekeket énekelgetett. Blind and paralyzed, she sang. Vakon és bénultan énekelgetett. Trust and obey. Bíz és engedelmeskedj. For there's no other way.
ez az Isten útja. To be happy in Jesus. Boldogok lehetünk Jézusban. Only trust and obey. Csak bízzunk és engedelmeskedjünk. Her voice was very weak. Nagyon gyenge volt a hangja. I supposed that was because she was paralyzed. Feltételeztem, hogy ez is az ő bénaságával függött össze. But lying in my bed, I was so angry at her. De miközben ott feküdtem, nem eszettől az ágyamban, rettenetesen haragudtam rá. How could she sing trust and obey? Hogy tudja ő ezt énekelni, hogy bízzunk és engedelmeskedjünk? She was not only paralyzed like me, she was blind. Nem csak olyan béna volt, mint én, még ráadásul vak is volt. Instead, I turned my head away from her. Ahelyett, hogy ránéztem volna, elfordítottam tőle a fejem. I spent my time watching the television. Inkább néztem a ezen a oldalon levő televíziót. I tried to forget her smile. El akartam felejteni a mosolyát. But each morning when they put me in my wheelchair. De minden reggel, amikor betettek az én tolókocsimba. And when they pushed me to physical therapy. És amikor odavittek a munkaterápiás szobába, I had to pass her bed. El kellett haladnom az ő ágya előtt is. She would say, és ezt mondta akkor, good morning, Johnny. Jó reggel, Johnny. And I would grumble hi. Én meg mormogva ezt mondtam neki, szervusz. I was too embarrassed to even look at her. Nagyon zavart az, hogy még csak rá is nézzek. I still couldn't understand how somebody could be so joyful. Még mindig nem tudtam elfogadni és megérteni, hogy ilyen betegen hogy lehet valaki olyan boldog. 2 years slowly passed. Lassan elmúlt 2 esztendő. Hardly once did I ever see that girl complain. Nem hiszem, hogy egyszer is láttam volna, vagy hallottam volna ezt a leányt panaszkodni. She laid in that bed with the sweetest spirit. Abban az ágyban a legédesebb lelkülettel feküdt. Her mother would come in every Friday night and read the Bible to her. Minden péntek este bejött az édesanyja, és olvasott neki a Bibliából. I heard her read from the Word of God. És hallottam, amint olvasta az igét. His grace is sufficient. Mégpedig ezt az igét, az ő kegyelme elégséges. And other things. És más ehhez hasonló igéket. All things fit together into a pattern for good to them who love God. Például azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van. The more I heard them read, the angrier I got. És minél többet hallottam a Bibliából való igéket, annál jobban haragudtam Istenre. Finally, after 2 years, I was released from that hospital. Végre, 2 esztendő múlva megszabadultam abból a kórházból. And to make a very long story very short. És hogy ezt a nagyon hosszú történetet lerövidítsem. There came a time when I began to accept what was happening to me. Eljött az idő, amikor én is kezdtem elfogadni azt, ami velem történt. I cracked under the pressure of the prayers of Christians. Szinte összeroppantam azoknak az imáknak a súlya alatt, amelyeket értem a keresztények mondtak. I finally was able to accept. Végül képes voltam elfogadni a helyzetemet. But I never ever forgot Denise. De soha nem tudom elfelejteni Denise-t. In fact, every year I had to go back to that same hospital for a checkup. Lényegében minden esztendőben vissza kellett mennem ugyanabba a kórházba felülvizsgálatra. And I always made time to see Denise. És én mindig kerestem rá időt, hogy láthassam Denise-t. I'd spend hours by her bedside. Órákat töltöttem el az ágya mellett. I would tell her what God was doing in my life. És elmeséltem neki, hogy Isten mit cselekszik mostanában az életemben. How he was changing me and making me more like the Lord Jesus Christ. És hogyan változtatja meg Isten az én életemet úgy, hogy egyre jobban hasonlítsak az Úr Jézus Krisztushoz. She would always say, Johnny, I'm so happy for you.
és ilyenkor azt szoktam mondogatni, Johnny, olyan boldog vagyok, hogy láthatod, hogy itt vagy mellettem. And when I saw her smile, it didn't make me angry. És amikor már láttam őt mosolyogni, már nem haragudtam. It gave me even more joy. Hanem inkább még több lett az örömöm. It inspired me to see her love the Lord Jesus. Szinte inspirált engem az, amikor láttam benne, mennyire szereti az Úr Jézust. Even though at that time she had been in bed for 4 years blind and paralyzed. Pedig már akkoriban 4 év óta volt egyfolytában ágyban, mint bénult. The years passed by quickly. Az évek nagyon gyorsan elszálltak. And one day I received some shocking news. És egy napon megdöbbentő hír jött hozzám.